Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők, ezt hallottuk Jézustól az evangéliumban. Az jut eszembe erről, hogy ez a kapcsolat, ami a szőlővesszők és a szőlőtő közt van, ez a mi életünkben is fontos. Az első kapcsolódásunk Jézushoz maga a keresztség. Úgy gondolom, legtöbbünket valószínűleg csecsemőkorunkban kereszteltek meg, és ugye a szüleink meg a keresztszüleink döntöttek helyettünk akkoriban úgy, hogy jó dolog Jézushoz kapcsolódni, és ezt az ajándékot szeretnénk nekünk is továbbadni. Néha vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy hát minek kereszteljük meg a gyerekeket, nem lenne jobb, hogy eldöntenék, amikor majd nagyok lesznek, hogy akarnak-e Jézushoz tartozni? De ugyanúgy, ahogy a szüleink, arról sem kérdeztek meg bennünket, hiszen nem is tudtak volna, hogy akarunk-e élni, hanem érezték, tudták, hogy az élet az egy jó dolog, és szerették volna továbbadni. Így úgy gondolom, hogy a keresztséggel is ugyanígy vannak, hogy a szülők sejtik, tudják, érzik, hogy Jézushoz tartozni jó dolog, és ezt szeretnék továbbadni a gyerekeknek, hogy csatlakozzanak Jézushoz és kapcsolódjanak hozzá. A kereszténység egyfajta lelki anyanyelvünk. Ez azt jelenti, hogy a gyermeket, ha megkereszteljük, akkor utána ez lesz a lelki anyanyelve, a kereszténység, a Jézushoz tartozás, de ez nem akadályozza meg őt abban, hogy később akárhány idegen nyelvet megtanuljon, megismerkedjen más vallásokkal is. A keresztségben kapcsolódunk Jézushoz, ez a kapcsolatunk kezdete, és innen lehet növekedni, miként a szőlővesszők a szőlőtől. Mi kell ahhoz, hogy ilyen szépen megnőjön a szőlő? A szőlőtő, a szőlővesszők. Hát két dolog egészen biztos, bár nem vagyok szőlészborász, de biztos, hogy szükség van arra, hogy az időjárás kedvező legyen, hogy az Isten áldása rajta legyen a munkán. De a másik dolog is fontos, a szőlésznek az igyekezete, az, hogy értsen hozzá, az, hogy megművelje, az, hogy becsülettel dolgozzon. Én azt hiszem, hogy valahogy hasonlóan vagyunk a hittel. Ott is szükség van két dologra. Szükség van arra, hogy megkapjuk a hit ajándékát az Úrtól, de arra is szükség van, hogy mi magunk igent mondjunk rá a szabad akaratunkkal, és elfogadjuk őt megváltónknak. Ismerek olyan embereket, akik nagyon szeretnének hinni, keresik az Istent. Megvan az igyekezetük, de még nem találták őt meg. Még nem sütött ki a nap rájuk. Aztán olyanok is vannak, akik megkapták ugyan a hit kegyelmét, jó volt a lelki időjárásuk, de aztán szabad akaratukból úgy döntöttek, hogy nem dolgoznak vele és elfordulnak tőle. A hit ajándék, de meg is kell dolgozni érte. És ezt látjuk a szőlőnél is. Kell az időjárás, és kell a munka. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Hadd legyek most egész személyes olyan értelemben, hogy miért ne használhatnánk ezt a mondatot egyes számban is. Én vagyok a szőlőtő, és te vagy a szőlővessző. Úgy gondolom, hogy egyáltalán nem istenkáromlás vagy tiszteletlenség azt mondani, hogy Jézus azt szeretné, hogy a barátai legyünk, hogy kapcsolódjunk hozzá egészen közelről, hogy annyira egyé váljunk vele, miként a szőlővessző a szőlőtővel. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha nem csak gondolunk rá, hanem tényleg imádkozunk is. Gyakran találkozom felnőtt emberekkel,
akiknek az imádságaik valahol kisgyermekkorban megrekedtek, és még mindig 40-50-60 évesen is mondjuk az Én Istenem, Jó Istenemet imádkozzák. Ami persze nem feltétlen probléma, de miért ne lehetne egy személyesebb, egy jobb kapcsolatot kialakítani Jézussal? Bátran fogalmazzuk meg kéréseinket, bátran adjunk hálát és kérjünk bocsánatot az imában. Úgy gondolom, hogyha ezt gyakoroljuk, akkor mindenféleképpen még közelebb kerülünk Jézushoz, még jobban kapcsolódni tudunk hozzá. Úgy gondolom, ez a mai evangélium ebben bátorít minket, ebben segít, hogy a barátságunkat növeljük Jézussal. Ebben segítségünkre vannak az egyház szentségei, kiemelten is a Szent Jónás, a Szent Áldozás, de úgy gondolom, hogy az imádság is az, amivel ezt a barátságunkat mélyíteni tudjuk. Áldott vasárnapot kívánok!